Sziasztok! A múltkor azt ígértem, hogy egy 600-as Amigával térek vissza, valamint egy Vampírral. Hát ez megjósult, egy nagyon egyszerű oknál fogva, még javításra szorul az alaplap. Ezen belül is a kompozit kimenete, ugyanis annak a minősége nem igazán jó. Föl is vettem, hogy láthassátok ti is, hogy mi a probléma vele. Igazándiból magán az alaplapon kell kicserélni pár alkatrészt, ugyanis a hiba az ezen a részen található. Itt van egy késletető vonal, és itt van maga a PAL encoder. Ebből nem az encoder chip, ami hibás, hanem a késletető vonal. Szerencsére ezt ki lehet cserélni, talán rá is tudok egy picit jobban zoomolni. Tehát ezt az IC-t itt, ezt az IC-t ki lehet cserélni valami olyanra, amiben integrálva van a késletető vonal. Tehát le fogom forrasztani a késletető vonalat, ki fogom forrasztani ezt az IC-t, megpucolom ezt a részt, mert azért eléggé korodált, valamint a másik oldalon van egy lerakatnyi, jó, ráfókuszált, tehát itt van egy lerakatnyi SMD alkatrész, azokból is le fogok jó párat szedni. Azért fogom leszedni, mert van egy leírás, ami szerint dolgozok részben. Ők úgy oldották meg, hogy egy plusz nyákot használtak, és azon kötöttek ki lábakat. Én innen fogok eltávolítani fölösleges alkatrészeket, és itt lesz, ha jól néztem a nyákot, akkor összvisz két darab átkötésem. De a blogomban részletesen megnézhetitek, hogy mit is alakítottam át. Oda berakom a kapcsolási rajzokat is. Nagyszerű, neki kezdek. Amit fontos tudni, hogy ha változik a hangminőség, az amiatt is van, hogy odébb rakom a fényképezőgépet, odébb rakom a mikrofont. Hát ez egy 2 órás mutatvány körülbelül, mire kibogarászom a kapcsolási rajzot, leszedek mindent, elpucolom. Ahogy láthatjátok, elkészültem a forrasztással, kicseréltem ezt az IC-t. Itt van egy átkötés, kiforrasztottam minden a kis letetővonalakat. A másik oldalon pedig innen hiányoznak a kis letetővonalak, elfordítva egy 100 nanofarádos kondenzátor, valamint beforrasztottam egy 47K-sat, és még beforrasztottam a 16K-s referencia ellenállást. Igazából ennyi az egész, ami sokáig tartott, hogy ezt szépen leszedjek mindent, és utána a folyosztószert lepucoljam. Hogy milyen lett a képe? Nézzétek meg, aztán eldönthetetek ti is, hogy megérte, szerintem igen. Tehát jöjjön egy előtt és egy utána. Ez az árom is a videót, legközelebb pedig egy Vampire lesz a vendégünk, ezen az eloplapon, mármint hogy ebben a gépben, hogyha egyszer összeraktam.